Azt gondolom, hogy az én munkáim annyiban mások, mint a többi ösztöndíjas alkotása, hogy egy olyan installációmat, projektemet mutatom itt be, ami bevonja nagyon aktívan a nézőt. Tehát önélküle nem születhetne meg az alkotás, hiszen az utolsó fázis a művek kifestését átadom neki, és ezt utána az innen visszaérkezett képeket egy blogon bárki megnézheti. Tehát egy interaktív munka és festéssel kapcsolódik, tehát talán ilyen itt nem jelenik meg, illetve a szobraimon belül egy-egy LCD kijelzőn, kis videókon követhető a szobrok, a házakban élő élete. Én azt gondolom, ez is egy picit más, mint a művek többsége. Szerintem nem különböztetünk semmit. Életkorilag biztos nem. Gondolkodásban sem igazán. Szerintem azt, hogy sokkal több műfajba alkotok, mint általában az itt kiállítók. Tehát van, itt sincs igazából ugyanabból a műfajból a kettő, nincs két festmény, installáció, meg ilyesmi. Mi különböztetek a többi Derkovics ösztöndíjástól? Szerintem semmi. Körülbelül ez, röviden így tudnék erre válaszolni. A munkáim elemezgetésében meg nem biztos, hogy most így gyorsan belemenni. Csendéleteket festek. Tulajdonképpen klasszikus festészeti hagyományokat próbálok ötvözni kortárs művészeti eszközökkel, hagyományokkal. Hát ezt nem tudom, erre nem tudok válaszolni, szerintem semmi. Én is az egyik vagyok. Ha valami megkülönböztet minket a most kiállított művészek munkái közül, akkor talán az, hogy nagyon a most kiállított munkánk egy nagyon aktuális problémára próbál reagálni, és azt próbálja begyűrni magába, feldolgozni. Szóval direkt aktualitással operál, és az esztétikumot azt eléggé a háttérbe helyezi. Mondjuk így. Nos, hogy mi különböztet meg? Tulajdonképpen nem gondolnám, hogy bármi is megkülönböztet a többi derkós szerencsés hallgatók közül, de talán csak annyi, hogy kórásként írom alá a vásznaimat és a képeimet, de ugyanígy mindenki más kép saját nevével szignózza. A szokatlan anyag és fény használat különböztet meg. Én a fényt úgy használom, hogy ezeknél a tárgyaknál a tárgyba helyeztem a fényt, így egy inverse módon nem egy kifordított világként is értelmezhetőek, nem a tárgy van megvilágítva a környezetből, hanem maga a tárgy ad egy fény aurát. Hát úgy gondoltam az, hogy a munkáimat elsősorban kézzel készítem teljesen, tehát hogy a gépi eszközöket megpróbálom, most már használom, de régebben teljesen kézzel dolgoztam, és hát ez a nagy kézműves, tehát a kézművesség maga, az, hogy technikailag értek az anyaghoz, ez talán, és az, hogy hosszú idő alatt készítem el a munkáimat, ez talán visszahat a munkáimra. Hát a tajszólásom. Hát szerintem nem sok minden olyan lényeges szempontból, de mondjuk annyi, hogy nem nagyon láttam más ilyen non-figuratív, geometrikus festészetet az enyémen kívül. Azt gondolom, hogy a munkáimban mindemellett, hogy nagyon erősen kötődik az európai tradícióhoz, ötvöződik benne a távol-keleti filozófia is, tehát valahol a két gondolkodásnak, a keleti és a nyugati gondolkodásnak a különbözőségeit próbálom megfogalmazni bennük.